A VBSK futball szakosztályáról szóló jubileumi kisfilm készítése kapcsán tartózkodott tegnap városunkban a közismert színművész Bács Ferenc, aki a stúdió munkát követően többek között városunk jelképét, a Túri várat is meglátogatta. Először vagyok itt ebben a városban, de nagyon örülök, hogy hívtak, mert egy csodát ismertem meg. Nem csak a várost, hanem ezt a fantasztikus gyönyörűséget, amivel törődnek és amennyire gondozzák azt, amikor az élet innen egy kicsit elment már ebből a városból, hogy bánya megszűnésével, és a történet, most nem akarom ezt felvázolni, és mégis az emberek hisznek, tesznek, vesznek, és mindent elkövetnek, hogy éljenek, és csodát műveljenek maguk körül. Hát ez az egész múzeum, amit itt láttam, és ezek a csodálatos kiállítások a múzeum termében, ezek mind azt mutatják meg nekünk, hogy itt kell történjen valami ebben a városban, ami egy forradalmat fog jelenteni olyan szempontból, hogy újra visszatér a nagy élet ebbe a városba, mint ahogy mondtam délelőtt a rádióban is, ahogy elkészült a futballvilága is. Ennek a városnak úgy meg fog épülni ez a város olyanná, ami ennek megérdemli, de akkor Magyarországon kevés ilyen város lesz. Most egy pár embert is megismertem, mindenféle szakmából ismerek most már valakit, és meg kell mondanom, hogy olyan emberek élnek itt, amik sokkal többre érdemesek, és a fiatalság innen ne menjen el, hanem építsék tovább ezt a várost, ami nagyon gazdag emberek tudásával él itt, és tovább tudják adni a gyerekeknek. Ne menjetek el, fiatalok, maradjatok itt! A népszerű színművészt számtalan film, illetve színházi szerepből is ismerheti már a nagy közönség, és mint elmondta, ezek mindegyikéhez még most is erős szálakkal kötődik. Engem úgy tanítottak, hogy amelyek szerepre ki vagy osztva, azt neked írták. Tehát én minden szerepemet szerettem, mert az volt a dolgom. Én a közönségért vagyok, nem magamért, és egy szolgálatot így tudok tenni az embereknek. Mindenkinek van egy szolgálat lehetősége, a televíziónak az, hogy tudasson szakember sok mindenről képekben. Nekünk az, hogy a színpadról embereket ismertessék meg saját magukkal, vagy a szomszédjukkal, vagy egyáltalán a történelmet, vagy az eseményeket a világon, és az összes nagy írókat ismerjék meg, hogy ki mivel foglalkozott, és ismerjük meg más nemzeteknek is a művészetét. A színházi és filmes munkák mellett Bács Ferenc gyakran kölcsönzi hangját világhírű film, illetve televíziós sorozatok főszereplőinek is. Olyanoknak, mint a Mici Mackóból jól ismert Tigris, vagy a 80-as években nagy sikert aratott Fekete Erdei Klinika Brinkmann professzora. De ő a magyar hangja a Gyűrűk ura fehér mágusának is, Gandalfnak. Ez egy nagyon érdekes dolog, a szinkronizálás. Nem mindenki teszi ezt. Én belecsöppentem, mikor Magyarországra jöttem ebbe a elfoglaltságba is, és meg kell mondjam, hogy megtisztelő azt, hogy más nemzetközi filmeket is tudunk magyarra fordítva a közönség elé állítani, hiszen a mi nyelvünk a leggazdagabb nyelv, és ez a nép attól is gazdagabb, és sok mindent ki tudunk fejezni, amit van, amikor más nyelven nem tudnak úgy kifejezni, mint nálunk szerencsére ez a mi nyelvjárásunk, amire nagy elődeink vannak, és reméljük utódaink is lesznek. Bács Ferenc napjainkban is aktívan tevékenykedik. Sokszor szabad ideje nagy részét is a soron következő munkáira való felkészülést tölti ki. Ezek mellett Színek az életemből című önálló estjével is rendszeresen fellép itthon, illetve külföldön is.